Jó napot, jó estét, aszerint, hogy mikor nézik a heti jégbüfét. Egy olyan témát hoztam most elő, ami feltehetőleg szinte mindenkit kicsit érdekel, nagyon kevés embert érint, van, akit nagyon érdekel, és engem is elég érdekel. Nevezetesen a transzneműekről lesz szó, és arról, hogy a közelmúltban olvastam egy cikket a Magyar Narancsban, ami arról szólt, hogy Skandináviában, illetve nem vagyok benne biztos, hogy Skandináviában, mert nem tegnap olvastam, és azóta mindenféléket összeolvastam, amit csak lehet. De körülbelül a lényege a dolognak az volt, hogy nagyon komolyan fontolgatják azt, hogy azokban az országokban, ahol eddig alkalmazták a pubertás előtti hormonterápiát a transzneműnek látszó fiataloknál, ott ezt betiltják. Konkrétan, amire emlékszem, és azért nem akarom a Magyar Narancsot kellemetlen helyzetbe hozni, mert lehet, hogy rosszul emlékszem erre a skandináv példára, de egy korábbi példára, például amit a Heti Világgazdaságban olvastam, ott például az Egyesült Államok néhány államában már meghozták az erre vonatkozó rendelkezéseket, például Arkansasban, erre konkrétan emlékszem. És azért kértem meg Vizi János pszichiátert, hogy aki szexológus, hogy jöjjön és beszéljen erről, mert szerintem egyrészt viszonylag keveset tudunk a transzneműekről, annyit tudunk általában, hogy ezek azok az emberek, akik más külső nemi jelleggel bírnak, mint amit éreznek, mint amit megélnek, mint amit magukról gondolnak. Férfi esetében nőnek gondolhatják magukat, és fordítva. Tehát, hogy ez egy mennyire valóságos probléma, és aki ilyen, az miféle nehézségekkel küzd meg, és Magyarországon létezik-e például az, hogy valaki megváltoztathassa a nemét részben jogilag, részben pedig fizikálisan? Hát, akit ez érint, annak ez egy nagyon komoly probléma. Ha a nagyságrendet nézzük, akkor népegészségügyi szempontból úgymond nem nagy probléma, mert elég ritka ez a transzneműség. De hát aki benne van, ugye mindenkinek a maga keresztje a legsúlyosabb, őket ez nagyon keményen érinti. Hullámzó volt Magyarországon, hogy mit lehet változtatni, mit nem. Ugye a gyermekvédelminek nevezett törvény, az megtiltotta a névváltoztatást. Teljesen megtiltotta, vagy bele kell írni azt, hogy születéskori nem? Teljesen megtiltotta. Tehát nem lehet most már nem. Antalból Antónia? Ebből az okból nem lehet nevet változtatni. Akkor ez a legújabb jogi álláspont. Igen, igen. Ez nagyon komoly probléma az érintettek egy része számára, mert érdekes módon ugye olyan, hogy a transznemű nincsen, mert ugyanúgy sokféle lék ők is, mint minden más csoport. Van, akinél ez egy súlyos probléma, hogy nem változtathat nevet, nem nemet, hanem nevet. Van, akit ez annyira nem érdekel, mert választ magának egy ellenkező nemre jellemző becenevet, és azzal jól el van. Igen, csak hát például ezek az emberek, ha dolgoznak, akkor egyáltalán nem mindegy az, hogy elhelyezkedésnél, gondolom én, tehát hogy vannak olyan helyzetek, ahol a társadalmi megjelenés szempontjából egyáltalán nem mindegy, hogy az illető, aki szoknyában libben oda valahova, azt egyébként férfi néven kell számon tartani. Hát érdekes módon a magyar társadalom az ebben a kérdésben eléggé toleráns, tehát ki meg tudják választani a legtöbb esetben azt a munkahelyet, ahol a Ferit Katinak szólítják, minden további nélkül a tehát, kollégák. Tehát, a kis környezet, a mikrokörnyezet az általában elfogadó? Nem állítanám azért, hogy általában, de elég sokszor igen. Van, hogy nem, tehát az én klientúrámban is volt több olyan fiatalabb, tehát ott nem a munkahely volt a probléma, hanem az iskola, hogy egyszerűen nem tudta elérni az iskolában. Volt, hogy senkitől nem tudta elérni, volt, hogy csak a tanároktól nem,
és így lett magántanuló, mert egyszerűen nem bírta elviselni, hogy őt nem azon a néven szólítják, amit ő felvállal, vagy amit szeretne. Abban megegyezhetünk előjáróban, hogy nagyon bonyolult sors, hogy nem jó sors a transz sors. Nem jó, nem jó. Magyarországon tehát ott tartottunk az előbb, hogy jogilag most az az álláspont, hogy nincs névváltoztatás. Egyébként pedig a testre vonatkozó változásoknak a lehetősége megvan, tehát hogy az orvosokat nem tiltják el mondjuk a nemi átalakító műtétektől, vagy a hormonok felírásától? Hát ez egy ingoványos terület, mert jogilag ezt az említett gyermekvédelmi törvényt úgy is lehet értelmezni, hogy a biológiai beavatkozások is tilosak. Például sok endok, sok, hát eleve nem sokan foglalkoztak eleve ezzel a problémával. Eleve alig van endokrinológus, és azon belül még gondolom ezzel a legkevésbé szoktak tehát foglalkozni. A néhány endokrinológusból egy pár ezért vissza is lépett. Ezzel tovább nehezült ugye az érintettek helyzete, mert korábban is nehezen találtak endokrinológust, de most még nehezebb, mert néhány. Aki a hormonháztartást befolyásoló gyógyszereket felírja, szakszerűen közreműködik abban, hogy valaki megváltoztathassa a nemét. Úgyhogy ez ilyen szempontból nehezebb. Hát a műtéti beavatkozásoknak a nehezebbik része, ugye ez a nemi szerveket átalakító műtét, ez egy elég nehéz műtét, úgyhogy korábban is inkább külföldre mentek azok, akik tényleg? Ilyen igen, mert... Nem nagyon operáltak ilyet Magyarországon? Nagyon kevés műtét történt Magyarországon, és hát nyilván pláne egy ilyen bonyolult műtétnél mindenki egy olyan sebészhez szeretne menni, aki nem három évente csinál két ilyen műtétet, hanem két hetente tizet. Ez szerintem orvosi szempont, a betegek nem kutatják, hogy ki hány műtétet végez. Kutatják? Hogyne, persze. Egy elég összetartó... Lehet persze, hogy az internet világában már az emberek másképpen állnak a saját problémájukhoz, és alaposabban megkutatják azt. Aha, és egy elég összetartó közösség ilyen szempontból a transzok, tehát ők egymást is instruálják, tanácsokat adnak, irányítják, hogy ide menjél, oda menjél. Mikor készültem erre a beszélgetésre, akkor rákerestem, és van például egy blog, amelyik teljesen részletesen tájékoztatja azokat, hogy lépésről lépésre hogyan ezen a tranzíción, azt hiszem így hívják, az átalakulás folyamát, tehát hogy mit, mikor, hogyan érdemes csináltatni, még arra is kitér ez az illető egy férfiből nővé alakít, magát alakító, egyébként nagyon a fotója ott van, egy nagyon szép, már átalakult személy, női néven is van a blog vezetve, és hogy például ő a spermáit levetette, mielőtt a hormonkezelésnek alávetette volna magát, ezzel nem tudom, és azt a megfelelő intézetben őrizteti, leírta, hogy ez mennyibe kerül, mindenről leírta, hogy mi mennyibe kerül, és hogy hány vérvizsgálat, és milyen típusú hormonszintmérés, és mi tartozik ehhez az egészhez hozzá. Ez iszonyú bonyolult és nagyon drága folyamat. Ugye Magyarországon ezzel nincs társadalombiztosítási támogatás. És aztán ez a blog ez azzal zárult, hogy ő akkor ezt most abba hagyja, mert hogy jött a törvény, és hogy nem akar senkit sem biztatni arra, hogy törvényt szegjen. Igen. Tehát ez egy jó példa arra, hogy támogatják egymást. Mert igen. Hát elég keserves sors, és hát igyekeznek a többieket segíteni, hogy amennyire lehet megkönnyítsék az életüket. Na most a keserves sorson kívül nagyon nehezen értelmezhető is ez a kívülállók számára, mert például ez a férfi, aki lányá alakította magát, aki a blognak az írója, az ugye a spermiumait fagyasztatta.
azért, hogy majd megtermékenyítessen vele, hogy léhessen saját gyereke egy nőt. Tehát ebből az következik számomra, hogy ő leszbikus nőként fogja tovább élni az életét. Erre külön nem volt kitérve, de hát egyébként hogyan, mi értelme volna annak, hogy a spermiumait őrizteti? Igen, hát ez egy fontos kérdés, hogy kicsit messzebbről kezdjem. A transzság és a szexuális orientáció az egymástól függetlenül fut. Tényleg? Ezt nem tehát attól, volna. Hogy női testben férfi, attól előfordulhat, hogy egyébként nőkhöz vonzódik szexuálisan, az is, hogy férfiakhoz, az is, hogy mindkettőhöz. Tehát ők ugyanúgy oszthatók, attól függ, melyik nemet nézzük, heteroszexuálisnak, melegnek, illetve biszexuálisnak. Igen, szóval ezt így nehéz végig gondolni, de a lényeg az, hogy nem azon múlik, hogy ki minek érzi magát, hogy egyébként milyen igen. szexuális életet él, hanem igen. ez tök más. Igen. Ez érdekes, ezzel nem és ez meg még egy harmadik vonal, hogy attól, hogy lefagyasztotta a spermáit, egyáltalán nem biztos, hogy leszbikus kapcsolatban akar élni. Lehet, hogy mert az, hogy akarok gyereket, vagy nem akarok gyereket, ez megint csak független ettől a dologtól. Hát ugye egy nagyobb gyakoriságú kérdés, a melegség kérdése, hát a melegek igen nagy része házasságban él, mert gyereket viszont akar, de ettől még a saját neméhez vonzódik. Igen, és hát ez valószínűleg nem boldog életek keletkeznek ebből, mármint, hogy nem a gyerekre nézel, bár nyilván arra se, de hát nem hiszem, hogy nagyon örömteli házasság az, ahol az egyik fél a saját neméhez vonzódik, de azért heteroszexuális tevékenységet folytat azért, hogy lehessen utódja, mert egyébként ahhoz ragaszkodik, tehát ezek nem a tipikusan boldog családok, attól tartok, nem? Itt van ilyen is, de van, hogy megoldást tudnak találni ezekre a dolgokra is egy pár. Például olyat is ismerek a saját praxisomból is, hogy egy meleg férfi és egy leszbikus nő alkot egy párt, és így van nekik gyerekük, de egyébként mindenki úgy éli a szexuális életét, ahogy akarja. Tehát egy sajátos, nyitott házasság, de előfordul olyan és egyébként is. Egy boldog szövetség. És egyébként egy boldog szövetség, így van. Ez érdekes, igen, hát ezek szerint tényleg annyiféle élet, ahányan csak vagyunk. Visszatérve erre, ami miatt egyáltalán elkezdtem volna erről beszélgetni önnel, hogy az, hogy a pubertás előtt hormonnal kezelik a, hát mondhatjuk, hogy gyerekeket, ugye, mert azért a pubertás eléréséig az biztos, hogy gyereknek tekinthető, az egy helyeselhető dolog a tudomány álláspontja szerint, vagy a mentálhigiénés álláspontok szerint, hogy kell ehhez állni? Hát ez egy nehéz kérdés, mert ugye előre bocsátom, hogy én nem vagyok endokrinológus, tehát az endokrinológiai részéhez nem értek, hogyha elkezdenek valakit pubertás előtt a hormonokkal kezelni, az mennyire okoz visszafordíthatatlan. Igen, de azt hadd tegyem hozzá, hogy azért kezelik, hogy eltolják a döntés idejét. És az már az ön szakterülete, hogy egy fiatal, egy gyerek és felnőtt lét határán mozgó valaki, az meg tudja ítélni azt, hogy hova tartozik, melyik nemhez tartozik. És hogy hat-e rá a külvilág, lehet-e divatból nemet váltani, vagy e felé gondolkozni? Ezek már az ön szakterületének igen, a kérdései. Igen, hát valóban így van. Inkább akkor úgy kérdezem, hogy van-e értelme annak, hogy hormonnal kitolják az idejét a döntésnek? Mert hogyha blokkolják a nemi érést, akkor nagyobb valószínűséggel tud egy 17 éves arról dönteni, hogy ő tényleg fiúnak érzi-e magát, miközben lány biológiailag. Igen, hát nem csak ezért találták ki ezt a kezelést, hogy a döntést elhalasszák, hanem sokkal eredményesebb a kezelés később.
hogyha blokkolták a serdülést. Tehát biológiai oldalról is van ennek racionalitása. Én azt gondolom, hogy eléggé megkérdőjelezhető, hogy egy serdülő az valóban megfelelő döntést tud hozni. Ugye mi a magyar gyakorlatban nem találkozunk ezzel a problémával, mert ez a fajta kezelés nálunk mindig is tiltott volt. Tehát én a gyakorlatban nem találkozom csak 18 év fölöttiekkel. Tehát amit az Egyesült Államokban betiltottak, az nálunk sose az volt. Az nálunk sose volt. Minden volt. Csak 18 év fölött így van, lehetett kezdeni. És ezért nem is jönnek hozzám olyan kliensek, akik nem nagykorúak. Értem, de egyébként akik nagykorúként jönnek magához, azok arra hivatkoznak, hogy ők 3,5 éves korukban, amikor már az első emlékeik voltak, akkor már arra emlékeztek, hogy kisfiúk voltak ugyan, de királykisasszonyok akartak lenni a jelmezbáron? Elég nagy részben igen. Tehát viszonylag a korai években már, ha nem is ilyen határozottan, de nagyon hamar elkezdik érezni a többség, legalábbis, hogy én más vagyok. Én nem olyan vagyok, mint a többiek. Ez automatikusan a boldogtalansággal párosul, vagy eleinte a különlegesség érzése az nem tépázza meg az önbizalmukat, meg a hétköznapjaikat? Hát ez azt kell, hogy mondjam, hogy szerencse kérdése. Attól függ, hogy milyen közegben van. Tehát van, aki úgy jön hozzám 20 pár évesen, hogyha ezeket rutinszerűen megkérdezik, hogy milyen problémái voltak ezzel kapcsolatban, milyen atrocitások érték. Van, aki azt mondja, hogy a világon semmi. Engem elfogadó már az általános iskolában is elfogadták, hogy én ilyen vagyok. Azon a néven szólítottak, amit én szerettem volna, soha senki nem szólt be semmit. És a másik véglet az, akinél ez szenvedések sorozata, hogy általános iskolától elkezdve lebuzizták, hogy így mondja, abuzálták akár verbálisan, akár fizikailag is, ahogy említettem, nagyon sokan ezért magán tanulóvá váltak, mert egyszerűen nem bírtak bemenni az iskolába. Ugyanez van a család, rokonság vonalon van, aki minden további nélkül elfogad, hát minden tovább, az talán túlzás, de hogy viszonylag könnyen elfogadja. Úrrá lett ezeken a család, meg a rokonság, igen, hogy visszhangozzák a szülők is, ha eljönnek, meg az érintettek is, hogy coming out-oltak, és az volt ez egyszerű válasz, hogy hát eddig volt egy fiam, mostantól van egy lányom, ugyanúgy szeretem. Igen, ez a jobbik eset, de egyébként igen. A coming out-nak a családok esetében, én nem tudom, hogy van relevanciája? Hát egy szülő a saját gyerekének a viselkedéséből csak észreveszi, hogy eltér attól, amit egyébként a fiúról, lányról szokott tudni a mama, nem? Tehát, hogy olyan, nem kell megvárni, míg valaki bevallja. De az esetek nagy részében igen, és akkor csak azzal szokott ő visszajönni, hogy hát, hogy érzékeltük, hogy valami gond van, de erre nem gondolnak. Tehát hogy reménykednek abban, hogy mégse, és betegség magukban. És van, igen, tehát nagyon sokszor felmerül a komoly gyanú, hogy félrenézek, és inkább nem veszem észre. És a gyerekek, amikor ezt magukon észlelik, akkor általában megpróbálják elleplezni, vagy tehát, hogy rögtön tudják, hogy ezt szégyelni kell, hogy más milyenek? A nagy részük igen. És mikor érnek meg a, hogy mondjam, az elhatározások, hogy megpróbálják magukat a megfelelő testben elhelyezni? Hát ez olyankor szokott leginkább előfordulni, amikor már
kialakított magának egy önálló életet. Mert akkor ugye nem fenyeget ez a veszély, hogy ki löknek úgymond a családi fészekből. Ja, ez mindig az elsődleges probléma? Hogy ja. A család mit szól hozzá, és hogy kiszorítva? Általában igen. Tehát, hogyha van egy működő család, akkor igen. Természetesen előfordul ővelük is, de hát ez már nem a transzok speciális problémája, hogy hát egy szétesett családról van szó, és például nagyon sokszor van, hogy az apját már nem látta 10 éve, ott külső meg nem érdekli, hogy majd apám mit szól, mert úgyis minden karácsonykor fölhív ennyi a kapcsolatom, és hát ugye érzékeli az érintett többé-kevésbé, hogy egyébként őt mennyire fogadják el. És hogyha azt érzékeli, hogy őt nem nagyon fogadják el, akkor rejtőzködik természetesen. Jó, de az mennyire jellemző a transzokra, hogy helyre akarják állítani, amit a természet elrontott, tehát hogy át akarják magukat valóban változtatni? Hát két irányú erőfeszítések vannak. Van, aki megpróbálja visszacsinálni a dolgot, úgymond. Tehát, hogy kifejezetten erőlteti a vele született fizikai nemével kapcsolatos dolgokat, hogy hát, ha ez csak egy ilyen elbizonytalanodás, ez egyébként más téren is tapasztalható, tehát például az említett melegeknél is nagyon gyakori, hogy hát, ha nem így van, és próbálkoznak heteroszexuális kapcsolatokkal, de ez nem nagyon működik egy darabig, még ekkor sem ismerik el saját maguknak se, hogy hát azért nem, mert én kérem szépen meleg vagyok, hanem ilyen pseudo, hogy mert ez a baj ezzel a nővel, az a baj ezzel a nővel. Mm. Tehát ez egy idő ebben az esetben. És aztán, amikor eldől, ugye visszatérve a transzokra, akkor indul el abba az irányba, hogy hát akkor meg akarom kapni azt a testet, amiben igazán én jól érezném magam. És akkor jön az, hogy megpróbálják megszerezni a hormonokat, megpróbálják a műtéteket megszervezni maguknak, és igen. Ezeket a műtéteket ezek szerint Magyarországon nem nagyon tudják megszerezni. Hát nehezebb, igen. De most... nagyon, nagyon változik, hogy ki meddig akar elmenni. Igen? Tehát az úgynevezett tranzíció, az különböző fokáig. Tehát van, aki például most egy női testben élő férfi nem akar semmi mást, mint hogy a melleit eltávolítsák, és nem akar ennél tovább menni. Van aki meg teljesen a méhétől is megszabadul. Akarja. Ja, és próbál magának férfi nemi szervet szerezni, de hát az nagyon bonyolult műtét, nem? Igen. És értelme és van egyébként működőképes nemi szervet előállítani? Nem nagyon tudnak férfit, nem? Hát az az érdekes, itt is ugye vannak nagy különbségek, hogy ki mit szeretne. Van, aki megelégszik azzal, hogy egy olyan... látszatot teremtenek olyan, neki? Igen, és ez egy fontos szempont, ez érdekes a kívülálló számára, de nap mint nap találkozom ezzel, hogy csak annyit akar, hogy a férfi vécében tudja használni a pisszoárt, ennyi. De ez is egyébként egy bonyolult műtéti megoldás, ez nem? Annyira nem. Nem? Ez annyira nem. Működőképes nemi szervet is tudnak csinálni, hát ugye... ilyen mechanikus beépítésekkel. Igen, igen. Ami... szintén gondolom, hogy
elég. Én azért gondoltam egyébként, hogy az előző változatnál, ahol csak a látszatra hajt az illető, hogy a férfi vécébe mehessen, hogy a húcső a nőknél rövidebb, mint a férfiaknál. Hogy akkor a férfi vécés megvalósulás, hogy így mondjam, azért az mégiscsak egy bonyolult beavatkozás lehet, hogy meghosszabbítsák mondjuk a húcsövet valamilyen módon. Hát úgy plasztikázzák a környéket, hogy aha. Tehát azért ez nem tökéletes, ki. De azért nem. Valamennyi. És ezek szerint akkor mégis lehet előállítani valamennyire működőképes férfi nemi szervet, de hogy ez nem Magyarországon történik ezek szerint. Hát jellemzően nem. És egyébként ezért is a drágasága miatt, meg a nehézségek miatt nem választják ezt, vagy azért, mert beszokták érni egyszerűen kevesebbel? Hát van, aki beéri kevesebbel, például akinek tapasztalata van azon a téren, hogy így is, még a nulla tranzíció előtt is tud működőképes párkapcsolatot kialakítani, megfelelő szexuális életet is tud benne élni, azt mondja, hogy hát minek menjek én olyan messzire el, de hát ugye ők is, ahogy beszéltünk róla, tájékozódnak, és tudják, hogy ezek nem kockázat nélküli műtétek, tehát van, aki fél a kockázattól, hogy inkább lemondok a teljes átalakulástól, mert nem akarom ezt a rizikót vállalni, amivel a műtét jár. Nővé alakítani valakit, az kevésbé bonyolultnak tűnik, gondolnám én laikusként. Hiszen egy testüreget előállítani, az nem olyan nagyon bonyolult. Mondjuk hát, megszabadítani valakit a férfi nemi szervétől, az megint csak nem lehet olyan nagyon egyszerű. Hát az se olyan egyszerű azért, mert én nem vagyok sebész, úgyhogy erről őket kell. De találkozott olyan emberekkel, akik túl vannak ezen? Igen. És azok kiegyensúlyozottak és boldogok? Mert nekem bennem úgy fölmerült a gyanú, hogy nem biztos, hogy azért hát nem lesz teljesen nő valaki, és nem lesz teljesen férfi, akármennyire is korszerű a sebészet. Azt nem tudják előállítani azokat az idegvégződéseket, amik egy női nemi szervben vannak, nem? A mesterséges úton kiképzett tömlőben. Tehát, hogy ez nem igazi nő és nem igazi férfi, aki megpróbálnak így átalakítani, vagy átmegy az átalakításon. Hát ez egy bonyolultabb kérdés ennél, tehát ettől függetlenül is lehet kielégítő szexuális életet élni. Nem, én most kifejezetten az ön szakmáját kérdezem, hogy ezek az emberek, akik átalakultak a legteljesebb mértékben, lehető legteljesebb mértékben, ezek boldogok? Hát ugye azt szokták ezzel kapcsolatban idézni, hogy a transzneműek között sokszoros az öngyilkossági kísérleteknek a száma. Hogyha bekövetkezik a tranzíció, akkor ez nagyságrendekkel csökken, de még mindig magasabb, mint az átlag populációban. És az is egy idézendő adat, hogyha valamiért megakad a tranzíció, például elfogy a pénz, igen, akkor visszaemelkedik az öngyilkosság. Tehát akkor igen, ebből arra lehet következtetni, hogy nem, ugye nyilván ez egy nehézség az ember életében, de hogy még mindig jobb, hogyha ezben a nehézséggel valamit sikerül kezdeni, mint hogyha nem. Oké. Igazából önnek mi a tapasztalata szakemberként, hogy ezek az emberek, akik felkeresik, ezek mennyire tarthatok egyensúlyban lelkileg? Tehát mi a panasz, amivel jönnek, és miben tud nekik segíteni? Hát ugye ez attól függ, hogy egyébként mi veszi őt körül. Mert ugye beszéltünk az elfogadó családról, de az is sajnos előfordul, hogy szó szerint kitagadják a transz nemű gyereküket a szülők. Tehát olyan szinten nem csak jogilag, hogy az örökségből kitagadják, hanem minden kapcsolatot megszakítanak.
vele. A telefonját nem veszik föl. Kidobják a házból, ha együtt laktak. Igen, csak erre azt akarom mondani, ami biztos nagyon rosszul hangzik, hogy bizonyos értelemben ezek nem a transzneműekre jellemző problémák, mert annyiféleképpen lehet rossz családi Igen. helyzetbe kerülni, társadalmilag, lelkileg, hogy ezek általánosak. Heterók pont ugyanúgy mehetnek a rettenetes körülményeikkel, vagy a rémes férjükkel, vagy a rémes apjukkal magához vigaszt és lelki egyensúlyt keresni. Így van, de hát ővelük is ugyanaz a helyzet, mint a transzokkal, hogy mennyire lehet egyensúlyba tartani, az nagy részt attól függ, hogy egyébként az élet más területein, hogy boldogul, és ott milyen plusz problémákkal találja szembe magát. És hát azért ezt elmondhatjuk, hogy az előbb felsorolt példához képest azért a transznak van még egy plusz problémája, hogy és egyébként én transz vagyok. Igen. Ezt hozzáadod. Hogy nesze itt van még egy púpa hátadra, hogy a régi viccet idézzem. Őket nyilván nehezebb egyensúlyba tartani, mert ezeket kell a problémákkal is, kell valamit kezdeni. És ugye a másik véglet az az, hogy idézőjelben csak az a probléma, hogy kérem, én transz vagyok, de egyébként minden. Az élet minden más területén egész jól el vagyok. Köszönöm szépen. Volt olyan, a praxisában találkozott olyannal, aki bizonytalan transz volt? Tehát, hogy nem, és valamilyen irányba segített neki eldönteni ezt a kérdést, hogy érdemes-e azzal foglalkoznia, hogy lányjá változtassa magát, ha egyébként fiú? Igen, persze. Tehát a transzneműség sem fehér vagy fekete. Van, aki nagyon határozottan tudja, hogy mi a helyzet, van, aki bizonytalan, meg ugye korábban említettem, hogy van, aki megpróbálja azt, hogy hát, ha mégis ez egy visszafordítható folyamat. Náluk az a helyzet, hogy nem hormonokkal, hanem egyébként tanácsadással arra próbáljuk vinni, hogy várjunk. Várjunk, dolgozzunk ezen a problémán. Hogy lehet dolgozni ezen a problémán? Figyelje magát, kisasszony. Például, igen. Vegyen föl férfi ruhát, és érez. Ja, egyébként azt is olvastam, hogy ott, ahol úgy vélik, hogy ennek indokoltsága van, tehát, hogy valóságos transzneműségről van szó, ilyen beszoktató évet rendelnek el. Tehát, hogy éljen a szerint, a nem szerint, ahova tartozni szeretne. És hogy az idő alatt eldőlnek dolgok. Ennek van jelentősége? Abszolút. Tehát ahol ennek komoly háttere van a transzok egészségügyi ellátásának, ott így üzemel. Tehát ott nem ilyen magányos harcosként dolgoznak a szakemberek, mint nálunk, hogy van egy endokrinológus Kiskunhalason, van egy pszichológus Debrecenben, meg egy pszichiáter Budapesten. Meg egy sebész. És maximum meg, igen. És ezek maximum üzengetnek egymásnak papíron, hanem centrumok vannak, ahol kifejezetten ezzel a problémával foglalkoznak, és ott ezek a szakemberek mind együtt vannak. Ahogy egy onkotím működik, ahol mondjuk. Ahol egy onkotím működik, van csak egy transztím, úgymond. Igen. Uh-huh. És az ilyen centrumokban ez szokott lenni az eljárás, ma már nem is egy év, hanem inkább másfél-két év, hogy azt mondják, hogy kezdél úgy élni, mint amilyen a választott neme. És akkor természetesen folyamatos a kapcsolattartás, jön, beszámol a tapasztalatairól, akkor újabb instrukciókat kap. És van olyan, hogy miközben a választott neme szerint próbál élni, azt mondja a terapeutának, hogy ez nekem nem jön be? Van. Tényleg? Igen, igen. És akkor le lehet vetközni, és vissza lehet menni a született nembe? Igen, igen. És akkor ez még olcsón van megúszva, de a szószoros értelmében, mert nem költött el a pénzét, nem csonkolta a testét, mert ugye az egészben az a
írtózatos rizikó, nem? Hogy az átalakító műtét, az csonkolás. Még akkor is, hogyha amiről beszélünk, az Magyarországon szürreális, mert most már szerintem nincs olyan orvos, aki megmeri csinálni. Noha arra nincs jogszabály, ami ezt tiltaná, de hát azt gondolom az orvosoknak pont elég, azt mondanám, bajuk van, de nem bajuk, hanem elég dolguk van a mai körülmények között, hogy simán háríthatnak. Igen, igen. De végül is, amiért én önnel akartam beszélgetni, hogy ennek a pszichiátriai háttere az a kiinduló pont ennek az egésznek, nem? Tehát, hogy valaki tényleg transznemű vagy nem, azt mégiscsak maga dönti el. Igen, először. Igen. És akkor ez a megállapítás az, hogy vannak valóságos transzneműek, akiken segíteni kellene? Természetesen, igen. Mindig is voltak. Csak esetleg másképpen hívták őket. Ugye Magyarországon az egyik híres transznemű ugye a Pipás Pista. Aki nő volt. Aki nő volt. Uh-huh. Igen. Tehát ez nem, ugye sokszor jön ez a érdekes megközelítés, hogy ez egy divat, meg ilyen propaganda, olyan, ez hülyeség. Divatból nem szokás? Nem, nem. Akkor mivel magyarázza azt, hogy megváltozott, ahogy olvastam, az arány, hogy azelőtt a férfiből nővé alakulni kívánok voltak lényegesen többen, most ez megfordult, és a nőből férfivá alakulni vágyok vannak sokkal többen, hogy meghússzorozódott 1980 és 2015 között a nemet átalakítani kívánó amerikaiak száma. Tehát ugye olyan adatok vannak, amik megmagyarázhatatlanok. Ha nem divat, mert ugye abból is. Igen, hát megmagyarázható, ezek nagyon megbízhatatlan adatok. Tehát az ilyen stigmatizált problémáknál mindig óriási nagy a látencia. És akik ezzel a kérdéskörrel, statisztikai oldalról, epidemiológiai oldalról foglalkoznak, azok azt mondják, hogy egyáltalán nem szaporodott ezeknek az érintetteknek a száma, hanem egyszerűen többen merik ezt felvállalni. Aha. Tehát akkor még mindig a látencia akadályozza, tehát a napvilágra nem kerülés akadályozza azt, hogy reálisan meg lehessen mondani, igen, hogy több vagy, igen, kevesebb, igen, nőből férfivá vagy férfiból nővé. Igen. Okay. Miután ez iszonyú kevés embert érint, azt is mondhatnám, hogy kár erre ilyen sok időt pazarolni, ugyanakkor meg azt is hiszem, hogy ahol, nem tudom én, van Magyarországon 3000 ilyen ember, akkor a 3000 ilyen ember boldogtalanságát is lehetne valahogy megakadályozni, vagy azt javítani az érzelmi és mentális helyzetükön azzal, hogyha normálisan megtalálnák az útját annak, hogy hogyan állítsák helyre azt az egyensúlyt, amit a természet rosszul csinált. Igen. És hát mint minden esetben az igazán elszántak elé nem lehet jogi akadályokat állítani, és ebből lesznek azok a horror esetek, amikor öncsonkításhoz folyamodnak. Az viszont sokkal gyakoribb, hogy illegálisan használják a hormonokat. Ja, hogy megrendelik interneten? Megrendeli interneten, és beszedi saját maga. Elolvasgatja, hogy hol mit írnak, hogy mikor mennyit kell szedni. Meg ugye nem csak az a veszélye, hogy azért ezek a leírások vagy korrektek, vagy nem. A másik veszélye az, mint minden illegális gyógyszer használatnak, hogy az a készítmény, amihez hozzájut az internetről, az hát elég bizonytalan, hogy abban mi van és mennyi. Tehát ez mindenképpen, ugye ez is szintén rutin kérdés, hogyha hozzám fordul valaki, hogy ugye nem. Ja, hogy akkor az első ilyen terápiás jó tette, hogy megakadályozza, hogy illegális szereket vegyen be. Igen, az eltök. Igen, közben pedig, aki meg igazán eltökélt, azt meg azzal tudja biztatni, hogy most kezdjen el spórolni,
próbálja ki magát, és egyébként 6 év múlva, amikor összejön a pénze, akkor menjen el külföldre, és csináltassa ott meg. Igen. Ezt lehet Magyarországon mondani ebben a pillanatban, igaz? Igen. De a legtöbb, nagyon ritkán kell ezt mondani, mert úgy jön, hogy ezt ő már tudja. Hát merem állítani, hogy kétharmada biztos az hozzám fordulóknak úgy jön, hogy ő ezt már tudja. Na most, hogy ilyen záró kérdés ez ügyben, hogy egy felelős szülő, aki észreveszi a gyerekén, hogy teljesen az ellenkező nem szerint viselkedik, úgy határozza meg magát, azt kéri, hogy az ellenkező nemből válasszanak neki nevet, és azon szólítsák. Az mit csinál? Az mit csináljon az a szülő? Menjen el egy pszichiáterhez, és menjen el magához, és kérjen tanácsot? Igen. Meg is teszik sokszor. És akkor mi a tanács ilyenkor, hogy hagyja rá a gyerekre? Hát ugye a gyerek vizsgálata nélkül nem adunk semmilyen tanácsot, mert a szülő... És volt már olyanra példa, hogy magának egy 6 éves gyerekkel kellett beszélgetni? Nem. Megállapítsa, hogy... Nem is vállalnám, mert én nem vagyok gyerek pszichiáter. De szoktak gyerekpszichiáterhez fordulni? Szoktak, inkább pszichológushoz. Pszichológushoz. Viszik a gyerekeket, de gyerekpszichiáterhez is. Azt is olvastam, hogy nagyon sokszor ezek társulnak másfajta pszichiátriai kórképpel, ezek a transz szávaló alakulási kívánalmak, tehát hogy van mögötte adott esetben autizmus, vagy más ilyen határterülete a pszichiátriának. Hát ez két irányú összefüggés, mert vannak olyan mentális zavarok, ahol másodlagosan vannak ilyen transz jelenségek. Ugye a legkönnyebb példa, vagy legkönnyebben érthető példa az a skizofrénia, hogy egy skizofrénnek az a téves eszméje, például, hogy ő neki kicserélték a testét, és hogy ő valaha férfi volt, de ellopták a testét, és most egy női testben él. Ez nem igazi transz neműség, hanem ez a skizofréniának az egyik tünete. És ez gyógyítható? Gyógyszerekkel? Tehát a skizofréniára vonatkozó gyógyszerekkel helyére lehet hozni? Igen. Aha. Akkor ez ritka dolog, de van ilyen. De ez az egyszerűbb eset, nem? Ez az egyszerűbb eset, és hát a másik irányú összefüggés meg tehát problémás élete van egy transznak, tehát társul hozzá egy csomó minden, ami ezekkel a problémákkal függ. Össze, depresszió, szorongás, személyiség problémák, stb. Icipici időnk van, és elfelejtettem valamit megkérdezni, de azt hiszem, hogy pszichiátriai szempontból az az egyszerűbb, hogy van egy interszexualitásnak hívott jelenség, amikor biológiailag van összezavarodva az illető, nem mentálisan, tehát hogy van egy épp női test, és kromoszoma szám tekintetében nem úgy áll, ahogy a nők szoktak állni. Ez a sportolókon kívül bárhol okozhat problémát? A sportolóknál sajnos a bebizonyosodik, hogy ő nem ahhoz a nemhez tartozik szintisztán, amelyikre gondoltak eddig mindenki, a környezete és önmaga, meg ami szerint éli az életét, hogy akkor abból a sportágból kiszorítják. Igen. Most már. Ami a többiek szempontjából meg rendben van, nem? Hát van, ugye ennek szokott lenni fertilitási, tehát gyermekvállalással kapcsolatos problémák szoktak még ilyenkor előfordulni. De van egy pozitív, hát bizonyos szempontból pozitív megnyilvánulása ennek, ez az úgynevezett hairless woman szindróma, szőrtelen nő szindróma, akikből nagyon sok manöken lesz például, mert magas növésűek, izmosabbak, mint a nők. Androgrűnek mondják ezt, így a hétköznapokban. Nőnek néz ki. Külsőleg, de van valamilyen ilyen... De XY kromoszómája van, tehát férfi kromoszómái vannak, és ennek az a háttere, hogy mégis nőnek néz ki, hogy a testi sejtek kevésbé reagálnak a
tesztoszteronra. Tehát a férfi hormon, ami termelődik bennük, az nem alakítja át a testüket férfivá, mert ugye azt tudni kell, hogy a biológiai alap nem az a nő, nem csak testileg, hanem az agy is ugye női agyként kezd el fejlődni, és ez egy plusz információ, hogy áthangolja a tesztoszteron férfi működésé, még a méhen belül. És a magzati fejlődés melyik részében van? Ez a második feléme. Igen? És ezt összefüggésbe hozzák, nem tudjuk, erről nem beszéltünk, hogy mi a transzneműségnek az oka, de az van egyik, oka? Hát nyilván van oka, igen. Mármint, hogy ismert oka, úgy értem. Sok ismert oka van, úgy mondhatnám, uh-huh. És az orvostudományban, ha több teória van, az azt jelenti, hogy a végső választ nem tudjuk, de az egyik erős vonulat az az, hogy valami történik a méhen belül, a agy és a hormonrendszer kölcsönhatása nem úgy alakul, mint egy szokványos terhességben. Például, hogy elmarad a egyébként női agynak a maszkulinizációja, tehát férfiassá tétele, és ezért születik úgy a baba, hogy ugyan külsőleg kislánynak néz ki, de az agya viszont férfi. És az majd később ki is derül. Uh-huh. Azt hittem volna, hogy fordítva. Mert ugye... Fordítva is van, igen, tehát hogy fordítva is van. És azt már tudják, hogy nem tudom, a mama kap egy fertőzést fél időtájban, egy vírusfertőzést, és akkor ez akaszt meg ilyen folyamatokat, vagy elkezded, bevesz egy fájdalomcsillapítót, vagy nem tudom, valamilyen külső sok éri, tehát hogy mitől lehet ez? Ezt nem tudjuk. Mitől romlik el a természetes folyamat? Ezt nem tudjuk, mert ugye minden olyan probléma, ami ilyen ritka, mint a transzneműség, ez egy nagyon nehezen kutatható, ezért nem is nagyon népszerű a kutatók körébe, mert nagyon kevés eset van, és nagyon kevés a tudományos kritériumoknak megfelelő adatot lehet összegyűjteni. Ja, mert hogy akkor tudományos, ha megfelelő adatmennyiség áll össze, akkor lehet publikálni valamit. Főleg az ilyen, ez a része nehéz, amikor még nem tudom, hogy én kiket kutatok, ugye egy csomó terhesnőt kéne vizsgálni, hogy bevette fájdalomcsillapítót, vagy nem vett be. Úgyhogy inkább az a biológiájának a kutatása az azokon történik, akikről már tudjuk, hogy transzok. Mert abból azért össze lehet gyűjteni egy viszonylag nagyobb mintát, és például tudjuk a modern képalkotó eljárások segítségével, hogy vannak kimutatható központi idegrendszeri eltérések a transzok, illetve az úgynevezett ciszek agya között. Ez is ugye arról szól, hogy nem arról van szó, hogy én divatból eldöntöm, hogy kérem szépen, én holnaptól transz leszek, mert hát nyilván ettől az agyában nem történik semmilyen változás. És ez magabiztosan, tehát minden kétséget kizáróan megállapíthat, hogy más a transznak az agya, mint igen. Hétköznapi egyébként nem transz embernek az agya. Igen. Ez nagyon érdekes, ez elképesztő. De akkor minek és megérdemli, hogy megemlítsük Simon Lajosnak a nevét, aki egy pszichiáter kolléga, aki sok régóta foglalkozik a transzokkal. Majdnem ő lett volna az első, aki ezt az adatot publikálta volna, épp hogy megelőzték külföldiek. Ezt nem is tudtam. De ő neki van ilyen, szintén van ilyen kutatása, ahol kimutatták a
agyi különbözőség. Na de ha kimutatható, akkor miért nem komputeres tomográfa, gondolom, mert mivel... Hát ez vagy MRI-vel? Funkcionális MRI, igen. Igen, akkor miért ez az egész hosszú procedúra? Miért nem, aki transznak érzi magát, miért nem küldik MRI vizsgálatra, és akkor ha beigazolódik, akkor onnantól kezdve nem kell, azt hiszem, az összes többi nehéz processzuson átmennie valakinek. Hát azért, mert ezek az statisztikus eltérések, tehát nem olyan fehér-fekete eltérés, mint mondjuk valakinek van-e agydaganata, vagy nincs, hanem ezek statisztikus eltérések. Aha, igen. Tehát akkor erre nem lehet olyan mértékben nem alapozni. Ma még nem. Hát nagyon érdekes volt, különösen így a végére feltett hírérték már annyiban, hogy erről nem nagyon lehet olvasni, úgyhogy köszönöm szépen, hogy ezt elmondta. Biztos vagyok benne, hogy nem egy olyan problémáról hallgatták meg ezt a beszélgetést, ami minden sarkon szembe jön, de azt is gondolom, hogy nem árt mostanában megtudni azt, amit meg lehet tudni a transzneműségről, illetve az óvodások hormonkezeléséről. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, önnek köszönöm, hogy itt volt. Én is köszönöm. Jégbüfő lesz a jövő héten is, viszontlátásra.